A folyamatos e-mail özön, értelmetlen megbeszélések és a folyamatos értesítés áradat csak három a mai kor produktivitás gyilkos vívmányaiból. Ezek legfeljebb csak ahhoz segítenek hozzá, hogy elfoglaltnak tűnjünk, de a produktivitáshoz igazából semmi közük nincsen. Nem segítenek hozzá, hogy valamilyen fontos dokumentumot megírj, összerakd a legújabb Excel tábládat, megtervezd a következő projektedet, átgondold azokat a feladatokat, amik némi kreativitást, esetleg nyugalmat igényelnek, vagy épp valamilyen új készséget sajátíts el. Sőt, igazából csak a lényeges feladatoktól veszik el az időt és az energiát. Többek között emiatt is van, hogy nem tudunk előre lépni a feladatainkkal, csak a felszínt karcolgatjuk, és nem érezzük magunkat produktívnak. Ezt gondolom már te is ezerszer hallottad, én is ezerszer hallottam. Számomra viszont akkor fordult nagyot a világ, amikor megismerkedtem Cal Newport Deep Work című könyvével és az abban foglalt alapelvekkel. A mostani eszmefuttatásom is erről fog szólni. A könyv rögtön azzal kezd, hogy az elmúlt több száz év jelentős teljesítményei csak úgy születhettek meg, hogy alkotójuk rendszeresen, zavartalan környezetben, elmélyülten tudott dolgozni. Ez az együttállás adta meg a lehetőséget, hogy az alkotó vagy a tudós kihozza magából a maximumot, valami újat, valami egyedit, valami értékeset hozzon létre. Gondolj csak Einstein relativitás elméletére. A technológiai környezetnek köszönhetően mára a helyzet azért jelentősen megváltozott, és egy felszínesebb irány kezd az elfogadottabb lenni. Mindenre azonnal kell megoldás, mindenre azonnal kell válaszolni. Ez az újféle környezet, újfajta környezet, elvárásrendszer egyértelműen akadályozza az elmélyülést, a feladatokban való elmélyülést. Ez volt számomra az a felismerés, ami alapjaiban változtatta meg azt, hogy, vagy határozta meg azt, hogy hogyan is álljak a feladataimhoz és a napjaim vagy heteim megtervezéséhez. Oké, de akkor most mit értek ez alatt? Röviden, mindig arra törekszem, hogy a lehető legtöbb időt és energiát tudjam beosztani, hozzárendelni az elmélyült munkához, azaz egy nap a lehető legtöbb időt tudjak ilyenfajta tevékenységgel tölteni, ezt javaslom neked is. De egy picit térjünk vissza a definícióhoz, hogy mi is az a deep work. Magyarul talán elmélyült munkának, vagy elmélyült koncentrációt igénylő feladatnak lehet fordítani, én azért maradnék az elmélyült munkánál. A könyv eredeti definíciója nagyjából így hangzik lefordítva. Az elmélyült munka egy olyan zavaró tényezőktől mentes, koncentrált állapot, amelyben szellemi képességeinket maximumra járatjuk, tudásunkat kihasználjuk. Az elmélyült munka új értéket hoz létre, fejleszti az adott feladathoz kapcsolódó képességeinket, tudásunkat, és valami egyedi, új, nehezen megismételhető, nehezen replikálható vagy másolható dolgot hoz létre. Abban szerintem megegyezhetünk, hogy nagyon kevesen mondhatják azt, hogy napjuk jelentős részét ilyen állapotban vagy ilyen típusú munkával töltik. Ennek persze több oka is van. Melyek közül az egyik, és talán legfontosabb, hogy legtöbbünk, igen, én is egyébként, ma már képtelen a fókuszát hosszú időn keresztül egy adott feladatra koncentrálni. Rendszeresen kizökkent valami a feladatainkból, unatkozunk, elkalandozunk, egyszerre több dologgal foglalkozunk, vagy csak nincs elég energiánk összpontosítani. Tovább megyek, a legtöbb ember egyáltalán nem tudatos azzal, hogy mire fordítja az idejét és az energiáját. Itt jönnek képbe azok a tevékenységek vagy feladatok, amiket a könyv shallow workként definiál, ami nagyjából azt jelenti, hogy felszínes, sekélyes feladatok. Magyarra fordítva körülbelül a definíció így hangzik, egyszerű, komoly kognitív igénybevételt nem jelentő feladatok, melyeket akár megosztott figyelem vagy a részleges koncentráció mellett is el lehet végezni, jellemzően nem, vagy csak minimális értéket teremtenek. És könnyen megismételhetőek, replikálhatóak. Ilyen klasszikusok például a felesleges e-mailezés, a felesleges böngészés,
a felesleges szervezés, logisztika, itt leginkább arra kell gondolni, amikor egy olyan meetingen ülsz, amit nem szólsz hozzá. No, hát az ilyen típusú feladatokkal könnyen el tudjuk tölteni a napunkat, cserébe nem adják meg az elégedettség érzését, azaz, hogy elértünk valamit aznap. Számomra azonban a következő két gondolat adta meg a kegyelem döfést. Az első, a mai gyorsan változó világban gyorsan kell tudnunk alkalmazkodni, ami egyben azt is jelenti, hogy képesnek kell lennünk új és komplex ismeretek vagy tudás gyors elsajátítására. Ehhez elmélyülés szükséges. Az internetnek és a gyors kommunikációnak köszönhetően természetesen a verseny is felgyorsult. Ha nem a legjobbat hozzuk ki magunkból, akkor pillanatok alatt lehet találni egy nálunk jobb versenyzőt vagy munkaerőt, hogyha jobban tetszik. Az elmélyült munkára képesség, ez már a második, tehát az elmélyült munkára való képesség pont akkor kezd egyre ritkábbá válni, amikor az egyre értékesebb lesz a társadalomban és a gazdaságban. Ebből pedig egyenesen következik, hogy azok, akik elsajátítják ezt a készséget, tehát az elmélyült munkára való képességet, és ezt állítják munkájuk középpontjába, jelentős előnyre tehetnek szert. Ha az úgy jobban tetszik, akkor ez a 21. század szuperképessége. Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy ez egy folyamatosan karbantartó készség, képesség, amit edzeni kell annak érdekében, hogy mindig a rendelkezésünkre álljon. Az elmélyült munka egyik legfontosabb jellemzője, hogy értéket teremt. Abban szerintem egyetértünk, hogy az egyszerűen automatizálható dolgok könnyen az értéküket vesztik. És nyilván vannak olyanok is, amelyek nemhogy nem vesztenek az értékükből, hanem értékesebbé válnak. Ilyen például a magasan képzett munkaerő, aki kiválóságnak számít a saját szakterületén, illetve az eszközeit is kiválóan használja. És persze azok, akik mindezeket finanszírozzák, a cégtulajdonosok, de persze cégtulajdonossá válni nem válhat mindenki, de mindenki elmélyülhet a saját szakterületén, és mindenki mestere lehet a saját eszközeinek. Ahogy korábban is utaltam rá, szellemi munkásként az elmélyült munkára való képesség nem egy képesség vagy készség a sok közül, hanem a legfontosabb és elsajátítandó készség, képesség. Ennek oka, hogy az az érték, amit ebben az állapotban létrehozol, teljesen egyedi, senki más nem tudja megcsinálni, hiszen minden a te fejedből jött ki, minden a te tudásod alapján készült el, került előállításra. Ha például ebben az állapotban létre tudsz hozni valami fantasztikus programkódot, az bizony értéket teremt. Oké, de mit kell tudni ahhoz, hogy én legyek a király? Merül fel benne jogosan a kérdés. Két dolgot fontos tudni. Két dologra kell képesnek lenni. Gyorsan kell tudnod új és komplex dolgokat megtanulni, elsajátítani. Gyorsan kell tudnod jó minőségű eredményeket produkálni. Nézzük az elsőt, azaz, hogy gyorsan kell tudnod megtanulni komplex dolgokat. Ha profi könyvelő vagy ügyvéd vagy, akkor folyamatosan képben kell lenned a jogszabályi környezet aktuális helyzetével, szabályozásaival. Ehhez képesnek kell lenned gyorsan megtanulni vagy elsajátítani a változásokat is, hiszen csak így tudod jól végezni a munkádat. Ha karate mester szeretnél lenni, akkor pedig nagyon bonyolult és összetett, finom mozgásokat, mozgássorozatokat kell elsajátítanod. Ha pedig valamilyen területen kiváló tudós szeretnél lenni, akkor bizony képesnek kell lenned a legújabb kutatási eredmények megismerésére, feldolgozására és adaptálására. A komplex dolgok gyors tanulásához, megtanulásához is elengedhetetlen az elmélyült munkára való képesség, amire ebben a kontextusban érdemes inkább úgy tekinteni, mint egyfajta tudatos gyakorlásra vagy tudatos tanulásra. A profivá válás sem megy egyik napról a másikra, de tudatos, ezzel a tudatos gyakorlással, tanulással nagyon sok mindent el lehet sajátítani relatíve gyorsan. Ehhez viszont nagyon fontos az, hogy csak arra figyeljünk, csak azzal foglalkozunk, ami a feladatunk, tehát arra figyeljünk, amit éppen csinálunk. Ekkor pörögnek ugyanis legjobban a megfelelő neurális pályák. Magyarán
a tudatos és effektív tanulás is tekinthető elmélyült munkának, vagy deep worknek, és akinek ez megy, az bizony jelentős előre tehet szert azáltal, hogy képes dolgokat gyorsan megtanulni, és a tanultakat alkalmazni. A második nagyon fontos alapelv, hogy kiemelkedő munkát kell végezni mind a minőség, mind az idő tekintetében. Ha profi akarsz lenni valamiben, nem csak a képesség birtokában kell lenned, hanem kézzelfogható és jó minőségű eredményeket is kell produkálnod, ami szintén elengedhetetlen az elmélyülés. Ha egy képlettel szeretnénk kifejezni, akkor azt lehet mondani, hogy eredmény egyenlő ráfordított idő szorozva az elmélyültség intenzitásával. Mindenkinek ugyanannyi idő áll rendelkezésére. Ezért, ha az eredmény tekintetében egy bizonyos szint felé szeretnél menni, vagy fölé pontosabban, akkor bizony az intenzitást kell fokoznod, arra kell optimalizálnod. Azaz rendszeresen a lehető legtöbb időt kell zavaró tényezőktől mentes környezetben végzett munkával töltened. Az elmélyült munka ritka. Mivel a technológia lehetővé tesz, hogy folyamatosan elérhetőek legyünk, ezért mára ez alapelvárássá vált. Mások részéről is természetesen. Ennek is köszönhető, hogy a világ manapság egyre inkább az ad-hoc véletlenszerű interakciókat vagy kommunikációt, és így a folyamatos megszakításokat okozó megoldásokat részesíti előnyben. Nyitott irodai terek, azonnali üzenetküldők, e-mailek. Azonban ezek igazából ártanak a produktivitásnak, mivel elaprózzák figyelmünket, ami miatt viszont nehéz elmélyülnünk, és így nehéz elmélyült munkát is végeznünk. Ráadásul egyszerűbb is másokkal csetelni, a böngészőt végigpörgetni, mint komoly kognitív ráfordítást, erőfeszítést igénylő feladatokkal foglalkozni. Így nyilván e felé hajlik az ember is, ha választania kell. És pontosan ez az, ami miatt olyan ritka az elmélyült munka, könnyebb az egyszerűbbet választani, mint a nehézséget jelentő elmélyült munkát. Ráadásul a környezetünk sem támogatja ezt. De mégis vajon miért részesíti előnyben a mai világ, a mai környezet ezt a fajta viselkedést? Mármint, hogy a könnyebb felé fordulunk. Ez két okra lehet alapvetően visszavezetni. Az egyik a legkisebb ellenállás elve, ami a tudás alapú munka esetén az egyik legfontosabb jellemzője pontosabban a tudás alapú munkának, hogy a teljesítmény nehezen mérhető, számszerűsíthető. Mivel általában nincs egyértelmű definíció és visszajelzés, hogy mit jelent eredményesnek lenni, vagy mit tekintendő produktív viselkedés formának, ezért emiatt sokan a legkönnyebb, a szellemileg legkevésbé megterhelő feladatot választják. Inkább kiküldök 3 e-mailt, mint hogy megírom azt a nyamba specifikációt. Nem dolgozom fel az e-mail fiókomat, mert az szellemileg megterhelő, inkább azt mondom helyette, hogy nem kaptam meg azt az e-mailt, vagy küld át újra, mert nem találom. Csak hogy 2 személyes kedvencet említsek, amivel rendszeresen találkozom. A másik ok, azt nevezhetjük úgy, hogy látványos elfoglaltság. A látványos elfoglaltság, mint a produktivitás helyettesítője, fokmérője. Szintén az egyértelmű indikátorok, mérőszámok és visszajelzések hiánya miatt sokan nem tudják, hogy egy adott környezetben mit tekinthető produktív vagy értékes viselkedésnek, ezért az úgynevezett iparági standardnek tekintett indikátort hívják segítségül, látványos munkát végeznek, vagy a munkát látványosan végzik, mert az legalább látható, ergo eredményeseknek tűnünk. Hiszen ha már a hasznosság nem mérhető, akkor legalább tűnjünk hasznosnak és produktívnak. Küldjünk e-maileket, legyünk ott megbeszéléseken, akár olyanon is, amire meg se hívtak, de úgy ott kell lennünk. És persze szervezünk is megbeszéléseket, ahol átbeszéljük a dolgokat és ötletelünk róluk. Ez azonban tévút. Az elfoglaltság nem helyettesíti a produktivitást, hiszen jellemzően nem is esik ki belőle semmi új, semmi értékes dolog. Az elmélyült munka jelentőségteljes is tud lenni. Mit értek ez alatt? Most már tudjuk, hogy az elmélyült munka új értéket hoz létre, hogy ritka, de azt még nem feltétlenül érezzük, hogy miért is ad értelmet az ember életének. Miért ad értelmet hozzá az ember életéhez. Egy pillanatra gondolj csak valamilyen kétkezi munkát végző szakemberre, mondjuk egy asztalosra.
Az ő esetében egyértelmű, hogy mit kell csinálni, és a visszajelzés is világos az elkészült eredmény jóságáról, minőségéről. Sőt, a munkájának gyümölcse is kézzel fogható. A szellemi dolgozók esetében azonban már nem ilyen egyértelmű ez a történet. Van, hogy a fióknak gyártunk táblázatokat, dokumentumokat, jelentéseket. Van, hogy elszaladt az egész nap valamivel, aztán csak nem haladtunk azzal, amivel szerettünk volna, ami fontos lett volna. És ami talán a legrosszabb az egészben, hogy sokszor egyáltalán nem is kézzelfogható a munkánk eredménye. No, persze itt nem a világ vége van, sőt a szerző szerint sincs azért minden elveszve. Neurológiai értelemben a világunk az, amire figyelmet fordítunk. Ha sikerül elmélyülni abban, amit csinálunk, akkor agyunk azt egy jó és komplex dolognak éli meg. Ha viszont triviális vagy negatív dolgokra figyelünk oda, akkor agyunk értelemszerűen negatívnak fogja látni a világot. Ha a pszichológia irányából nézzük a kérdést, akkor érdemes elővenni Csíkszentmihályinak a flow élményét, flow állapotát, aminek két előfeltétele van. Az egyik a koncentráció, a másik pedig az, hogy az adott feladat szellemi kihívást jelentsen. Ez az elmélyült munka két fő jellemzője. Flow állapotban lenni már önmagában is egy tök jó dolog. Ebből fakadóan akár azt is elfogadhatjuk, hogy minél többet vagy, vagy vagyunk flow állapotban, annál elégedettebbek leszünk. Magyarul, vagy inkább angolul, a deep work megágyaz a flow élménynek, és így magának az elégedettség érzésnek is. Hiszen három olyan dolgot is biztosít, ami elengedhetetlen a flowhoz. Szellemileg kihívás jelent az adott feladat, koncentrálni kell rá, és elmélyülsz, elmerülsz a feladatban. Az már persze más kérdés, hogy ma a munka nem a flow és nem az elmélyült munka köré szerveződik, nem azt helyezi előtérben, hanem ezt a felszínességet, ezt az állandó rendelkezésre állást. Így, ha az ember elmélyülten szeretne dolgozni, akkor bizony a kezébe kell vennie az irányítást, így neked is így kell járnod. Foglaljuk is gyorsan egy picit össze a vége felé. Az elmélyült munka egy olyan a mai környezetben ritka, zavaró tényezőktől mentes, koncentrált állapot, amelyben szellemi képességeinket, a tudásunkat maximumra járatjuk, kiaknázzuk azt. Az elmélyült munka úgy értéket hoz létre, amire igaz az, hogy egyedi, nehezen megismételhető, nehezen replikálható. Fontos jellemzője még az is, hogy az adott feladathoz kapcsolódó képességeinket, tudásunkat továbbfejleszti. Így azt javaslom, hogyha te is az elmélyült munka köré szeretnéd szervezni a napodat, így azt javaslom, hogy te is inkább az elmélyült munka köré szervez, tervezd a napodat, így a maximumot hozhatod ki magadból és a napból is. Egyébként mennyi időt szoktál tölteni elmélyült munkával mostanában? Na ezt írd meg kommentben, és hamarosan találkozunk a következő elmélyült munkához kapcsolódó videós tartalommal, amelyben néhány tippet fogok adni arra, hogy hogyan tudod a napodat úgy szervezni, hogy valóban az elmélyült munka legyen az előtérben. Sziasztok!